az észak-afrikai tengerpart mentén fekvő 1956 óta független Tunézia néhány éve az európai turisták, különösen a magyar turisták egyik legkedveltebb úti céljává vált. Kedvező viszonylag kiegyenlített éghajlata és jó idegenforgalmi infrastruktúrája gondoskodnak arról, hogy tavasztól egészen az ősz közepéig tartson a turista szezon. Tunézia tájai rendkívül változatosak. Vannak meredeken a mélybe szakadó tengerpartjai, homokkal borított sík strandjai, kopász sztyeppvidékei és sivatagjai, erdős hegycsúcsai, virágzó oázisai és teljesen élettelen sós tavai. Tuniszban a november 7-e téren állunk, és mielőtt bárki tévedésbe esne, hogy miért is nevezik ezt november 7-ének, 7-e térnek, elárulom, hogy 1956. november 7-én tért haza Franciaországból Habib Bourguiba elnök, a tunéziai köztársaság első elnöke, aki mintegy 30 évig aztán elnök is maradt itt Tunéziában. Mégpedig azzal a hírrel tért haza, 56. november 7-én, hogy puskalövés nélkül a francia gyarmatosítók elhagyják Tunézia területét, és ezáltal 1956. november 7-től független köztársaság Tunézia. Olyannyira nagy a november 7-i dátum kultusza ebben az országban, hogy bárhova megyünk Tunézia területén, bármelyik kis faluba, kis településre, vagy bárhova, akár egy félnomád helyre, vagy nomád kis faluba, ott is elneveznek egy helyet, egy terecskét, egy pontot november 7-éről, amit a legnagyobb nemzeti ünnep. Tehát 1987-ben, amikor Bourguiba elnököt eltávolították, elmozdították a helyéről, hiszen egészségi állapota megromlott, akkor szobrait is, köztéri szobrait is eltávolították a november 7-e terekről, és mindegyik térre, minden városba egy ilyen órát emeltek, egy órát építettek, és most Tunézia arról nevezetes, hogy minden helyén, minden városban, településen, faluban van november 7-e tér, és minden városban, településen van egy óra azon a helyen, ahol eddig Bourguiba szobra állt. Tunézia fővárosa elővárosaival körülbelül 1,5 millió lakos számára. A város tengertől mintegy 10 kilométeres távolságra egy mély laguna nyugati végén terül el. Ezt a lagunát a franciák a Lac de Tunis, az arabok pedig az El Bahira kis tenger nével illetik. Az arab óvárossal, az egzugos Medinával szemben építették fel a franciák a tágas újvárost, francia nevén Ville de Neuvegy. Az újváros a partmenti síkságon át a kikötőig terjed, északon és délen pedig felkapaszkodik a Belvedere és a Montfort dombokra is. Tunis délnyugat felül a sósízű Sebha, Sedjumi laguna határon. E város bája szép tájképi helyzetében és megragadó ellentéteiben rejlik. Az újváros kozmopolita légköre ugyanis teljes kontrasztban áll az óvároséval, amely Tunis egyedüli negyedeként máig megőrizte a mesés kelet varázsát, mint ahogy ezt a keleti bazár is bizonyítja. Tunéziában, akár az alapvilágban, bárhol járunk, találkozni fogunk ezekkel a bazárokkal. Csodálatos világ ez is, de aki vásárolni akar esetleg, az mindenképpen alkudjon, mert megsértődnek az árusok, hogyha nincs alku, és nem előzi meg alku a vásárlást. Ha viszont értéket akarunk vásárolni viszonylag olcsón, akkor ajánlani tudjuk a rézművesek csodálatos dolgait, csodálatos tájait, karpereceit, hamutartóit. Azt hiszem, az az igazi érték ebben a bazárban a rézművesek. A többi az igazi bazári áru,
és lehetőleg, ha venni akarunk valamit, mindenképpen árában vegyük, tehát soha ne próbálkozzunk azzal, hogy a bemondott árat kifizetjük. És ha mi nekünk nem ér többet egy dinárnál, ne adjunk többet érte egy dinárnál. Tunisztól nyugatra terül el a Le Bardo előváros, ahol a város legfontosabb és leghíresebb látványossága a Bardo Múzeum. A múzeum a kairói egyiptomi múzeum után Észak-Afrika legjelentősebb kiállítási intézménye. Mindenek előtt a római mozaikok világszerte legnagyobb gyűjteményét őrzi, és a pun római és arab múlt emlékeiről nyújt átfogó képet. A múzeumot a Bardo palota egyik háremében helyezték el. A 18. századból származó palota együttes bővítése a 19. századi bejek idejében történt. Az egyik épületben ma a tunéziai parlament ülésezik. Arab Iszlám Múzeum a Bardo palota földszintjét foglalja el. A fajanszal díszített oszlopok által közrefogott belső udvar körül elhelyezkedő termek gyűjteményei szemléletes áttekintést nyújtanak az iszlám művészetéről. Láthatunk itt kaligrafikus feliratokat, kerámia, üveg, bronztárgyakat a 11. és 16. századból, fajanszedényeket, szőnyegeket, ékszereket, ruhákat, hangszereket, fegyvereket és egyéb használati tárgyakat. A palota egykori dísztermének igen szép fából faragott kupolás mennyezete van. A Szuszból származó Neptun diadalát ábrázoló óriási 13x10 méteres mozaik ugyancsak rendkívüli látnivaló. Kartágó romjain ülök. Időszámításunk előtt 146-ban a rómaiak Kartágót a földszínévé tették egyenlővé, 17 napig tombolt a tűzvész, majd földeket és kerteket sóval vetették be, hogy soha semmi ezen a tájon ne teremjen meg. Csupán később Julius Cézár és Augustus
császár idejében kezdődött meg a város újjáépítése, amely Afrika provincia fővárosaként hamarosan a második virágkorát érte. Később a vandálok, majd a bizánciak vetették meg a lábukat ezen a helyen, majd időszámításunk kezdete után, 697-ben az arabok foglalták el a várost. Az arabok aztán ismét a földdel tették egyenlővé Karthágót, és amely aztán soha többet nem épült újjá. Talán, ha annak idején Hannibal nem áll meg Róma kapui előtt, emlékszünk a mondásra, Hannibal ante portas, minden másképpen alakul. De mint tudjuk, a történelem nem ismeri a ha vagy hogy lett volna. Így csak a romokba gyönyörködhetünk. Nem fogják elhinni. Emlékeznek rá, ahol mi megjelentünk a Bartók Kábel Televízió forgató stábjával, rekordok dőltek meg Londonba, meleg rekord dőlt be, dőlt meg. Annak idején Tolóba, Görögországba, 100 éve nem esett akkor az eső, amikor mi ott voltunk, akkor zuhogott 2 napig. Most eljöttünk ide Afrikába, ahol állítólag márciustól októberig egy csöppeső nem esik, itt állunk Karthágóba, és nem tudunk forgatni, mert zuhog az eső. Holnap megyünk a sivatagba. Ha netalántán ott is esni fog, azt hiszem nem térünk haza Magyarországra, mivel minket ott szenté fognak avatni. Biztos feltűnt önöknek, hogy Tuniszról sem ejtettünk túl sok szót, pedig megérte volna. Azok ugyanaz, mint Karthágóban. Ömlött, zuhogott az eső. Ahol mi megjelenünk, ott úgy látszik felborul az időjárás. A tenger fölé magasodó dombon épült rendkívül vonzó kis település Sidi Bou Said. A városkára az andalúziai építészet nyomta rá a bélyegét. Festői szűk utcácskáit, fehérre meszelt faluk, kékre festett ajtókkal és ablakrácsokkal rendelkező házak alkotják. Kis mecsete, szállodái, éttermei és a híres Mór kávéház a helységet a fővárosiak kedvelt kiránduló helyévé tették. A városka nevét Sidi Abu Saidra vezeti vissza, aki a 13. században vallási közösséget alapított ezen a helyen. A szentember sírja zarándokhely. Érdemes felmenni a világító toronyhoz, mi meg is tettük, ahonnan az ősi Karthágó teljes területe elénk tárul, és egészen Tuniszig láthatunk el. De nem ulasszuk el felkeresni a Café de Net sem, amely August Make német expresszionista festőt Mór kávéház című ismert festményének megalkotására ihlette. Mielőtt bárki tévedésbe esne, nem Rómában vagyunk, hanem még mindig Tunéziában, a Kolosseumban. Ezt a Kolosseumot időszámításunk után, Krisztus után a 3. évszázadban építették, mégpedig azért, mert a berberek ebben az időszakban úgy gondolták, hogy a Római Birodalom hanyatlik, és ezért mozgolódni kezdtek. A rómaiak úgy válaszoltak erre, hogy felépítették ezt a Kolosseumot, bizonyítván, hogy a birodalom természetesen nem hanyatlik. Végül is a berberek nem sokat tévedtek, 176 évet, hiszen 476-ban a Római Birodalom megbukott. Thank you.
Tehát 146 évet tévedtek a berberek, és ez nagyon nagy szerencsétlenségükre vált. Miért? Amikor ez a Kolosseum fölépült, akkor a lázadó berbereket beterelték ide a Kolosseum küzdőterére, és mondhatjuk azt is, hogy volt fair play, volt esélyük, hogy túlélik az oroszlánokkal és az egyéb vadállatokkal való küzdelemben. Mondhatom, nem sokan maradtak életbe. Ilyenkor volt. A rómaiak nem ismertek kegyelmet, de az biztos, hogy aki az oroszlánnal sikeresen megküzdött, az szabadon elmehetett. A történetírók nem sok ilyen esetet jegyeztek fel. Stílszerűen, Assalek, üdvözlöm, üdvözöllek, Masarekből. Azért álltunk itt meg egy pillanatra, hogy felvegyük azt a bálnát, aminek a csontváza itt a hátam mögött látható. 10 évvel ezelőtt fogták ki itt a Masareki partoknál a földközi tengerből. Lehet, hogy 100 év óta ez az első és valószínűleg utolsó bálna, amelyik a földközi tenger partjainál feltűnik. Annyira büszkék ennek a halászfalunak a lakói, hogy ezt a bálnát sikerült kifogniuk, hogy mint egy emlékművet állítottak neki, és kiállították közszemlére. Beszéltünk előző állomásunkon a vandálokról, hallottunk sokat, most megjelentek az új vandálok, azért van rács körülötte, mert megjelentek a turista nevű vandálok, és ezt az erekjét elkezdték elhordani. Ezért aztán nem lehet közelebb menni a bálna csontvázához. Minden esetre itt Masarekbe, ebbe a kis halászfaluba ez a fő látványosság és a fő büszkeség. Ha nagyon belefáradtunk már az ország és sivatag járásba, akkor ilyen körülmények közé térhettünk vissza. Afrikából Európába, sőt, mondhatnám azt is, hogy amerikai luxusba, a Ruspina Club Hotelbe. Mindezt a magyarországi Medina Tours tunéziai partnerirodájának, a Next Travelnek köszönhetően. Like ice on fire, the human heart, the captive.